folytassuk is tovább a raktárosi elméletet a 8 tétellel. Mutassa be, hogy mit tette szükségesi -e a bizonylat nélküli komisziózási módszerek bevezetését. Ismertesse a bizonylat nélküli komisziózási módszerek változatait és az egyes változatok jellemzőit. Kulcsszavak és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk. Hiba lehetőségek az írásos bizonylatokat történő komisziózásnál, a bizonylat nélküli komisziózási módszerek jellemzői, tárolóhelyen megjelenő vizuális információ, árukiszedés végző dolgozónál megjelenő vizuális információ, illetve árukiszedést végző dolgozónál megjelenő hangolapú információ. A komissziózáshoz a következő minimális információk szükségesek. Az áruhelye a tárolótérben, a gyűjtendő áru megnevezése, a gyűjtendő áru mennyisége, hova kell az árut továbbítani a felvétel után, mi a teendő áruhiány, illetve kevés áru esetén? Mi a következő meglátogattandó hely? A komissziózást végző személyek részére adott információknak időben kell rendelkezésre állnia, elegendőnek és pontosnak kell lennie, a túl sok információ zavarokat okozhat. Az információ miensége döntő módon befolyásolja a komissziózás hatékonyságát és minőségét. Az irányító központ és a komissziózást végző dolgozó között információs kapcsolat hagyományos, nyomtatványos és papírbizonylat nélküli rendszerrel egyaránt megoldható. Hagyományos rendszer esetében a gyűjtőjegyzék vagy a megrendelő lap egyben gyűjtési utasítás is, amelyel a komissziózó dolgozó végigjárja -e a komissziózásra kialakított áványfelületeket, és kigyűjti a megfelelő mennyiségeket. A világos, könnyen olvasható és megérthető információ nem csak papíron adható meg, ezeket napjainkban már sok helyen készi adatterminálokon, a targoncákra szeret letkijelzőkön adják meg. Nagy raktárban indokolt lehet olyan számítógépes programokkal irányítani a komissiózást amely szükséges teljesítményeket minimalizálja, de ugyanakkor természetesen a kiszállításra előírt ütemzést is tartja. A papír, tehát a bizonyat nélküli információs kapcsolat esetében a komissziózást végző dolgozó valamilyen kijelző terminálon kapja az utasítást. A terminál billentyűzete alkalmas az utasítás végrehajtásának visszajelzésére is. De még minőtt még nagyon belemennénk itt a bizonyat nélküli komissziózása, néhány mondatot hagy szóljak itt a hagyományos árukiszedési módszerek mi részműveleteiről. Ugye a kiszedési jegyzékben szereplő tétel tárolási helyének felkeresése, kiszedendő áru azonosítása, kigyűjtés, a kigyűjtés nyugtázása, ez a hagyományos árukiszedés. Ez a munka mind fizikailag, mind szellemileg elős, erősen igénybe veszi az árukiszedést végző dolgozót. Na csak ennyit szerettem volna mondani, térjünk a ma leggyakrabban használt bizonylat nélküli komissziózáshoz. A komissziózást legkritikusabb és legjellegzetesebb része az árukiszedés. Szükséges hozzá az árukiszedést végző dolgozó, az árukiszedésre vonatkozó információk, a kiszedendő áru. A hagyományos papíralapú komissziózásnál dolgozó a kiszedési jegyzék alapján az áruk távolási helyéről kigyújti a szükséges mennyiségű árut, a ciklus állandóan ismétlődő. Folyamat, sok téves, például árukiagyás hibás mennyiség nem megfelelő áru, ezek hibák kiküszöbölése céljából egy teljesítménynövelés miatt használják előszeretettel a bizonylat nélküli komissziózást. Az információt nem papíron, hanem elektronikus vagy akusztikus úton juttatják el az kiszedést végző dolgozóhoz, ami lehet statikus kijelző az árutárolási helyén, vagy a dinamikus kijelző a kiszedést végző dolgozónál nyer elhelyezést, vagy Épp mindkettőt is alkalmazhatják. A feladata az ut utasítások közlése és a végrehajtás visszajelzésének rögzítése. Használatosak a rádiófrekvenciás eszközök a irányítás és a végrehajtás között, főnök-komissziózó között. A tévedések, például nem megfelelő áru kiválasztása csökkenthetők. A folyamat ugyanakkor gyorsítható az automatikus azonosításhoz és elektronikus adatcseréhez alkalmas vonalkód technológiával, vagy az emberi szemmel olvasható számokat és betűket gépesített kóddá transformálni képes, ORC, tehát Optical Character Recognition módszerrel, illetve ennek a módszereknek a használatával. A papír nélküli információs kapcsolat néhány lehetősége. Számítógépes hálózati kapcsolat a komissziózó munkahelye a dinamikus áru előkészítés esetén. Tároló állványokra szerelt kijelzők, amikor is minden tároló csatorna előtt darabszám kijelző és kivitelt, vagy kivételt nyugtázó gomban elhelyezve a komissziózó térben. A folyosón lévő kijelző pedig az éppen kigyűjtett megrendelést vagy gyűjtőjegyzék számát mutatja. A hordozható terminál, amely rádiófrekvenciás vagy infravörös jelátviteli kapcsolatban van az irányító számítógéppel, és a számítógép utasításai az illetékes komissziózó dolgozó termináljának kijelzőjén jelennek meg. És akkor most néhány mondatot, amit itt láthattok a képen, ezt is felolvasom még, és akkor rátérünk a többi dologra. A tévesztési lehetőségek kiküszülőbélése, valamint az árukiszedési teljesítmények növelése igénye hozta létre azokat a fejlesztéseket, amelyet összefoglalóan bizonylat nélkülű komassziózásnak nevezünk. E módszerekre jellemző, hogy az információ nem írott jegyzékben, hanem elektronikus, rádiófrekvenciás vagy akusztikus úton juthatják el az áru tárolási helyére, vagy az árukiszedést végző dolgozókhoz. És akkor térjünk is eh, rá az úgynevezett Pig by Voice-ra. A Pig by Voice nem más, mint eh, beszélt vezérléses Komissiózás. Hazánkban egyre jobban elterjedő hangfelismerésen alapuló technológia lényege, hogy a dolgozó szóbeli utasításokat katka, kap a központi rendszertől a komissiózási feladatokról. A technológia része egy mikrofonnal ellátott mobiltermia, amilyen keresztül az MSV, vagy bocsánat, VMS továbbítja a feladatokat amit a dolgozó egyszerű, előre betanult parancsokkal nyugtáz, majd ha végrehajtotta, visszaigazolja azt. Ezen technológiával jelentősen növelhető a logisztikai munka hatékonysága, pontossága. A pick by voice, tehát a beszédvezérléses komissziózás előnye, hogy a dolgozó mindkét keze szabadon használható, nem kell kiszedési listát tartani, ezáltal nem kell megállni és elolvasni azt. A kiszedő elvégzi a feladatot, majd lejelenti, miközben már végzi az új kiszedést. Szabad kézi, illetve bocsánat, szabad kéz, szabad szem nagyobb munkabiztonságot is jelent, hiszen nem kell megosztani a figyelmét a munkavégzés és a munkabiztonság, a munkavégzés és a feladatosítások elolvasása között. Tehát ezért ö, sokkal biztonságosabb a munkavégzés. Öről nem oszlik meg a figyelmed a papírolvasgatása meg a munkavégzés között. A betanítási feladatot, feladatot sokkal gyorsabban, a szóbeli utasítások egyszerűbben tanulhatók, nem kell a dolgozót megtanítani papír alapú adminisztrációs feladatokra. A mikrofon hang alapján azonosítja a dolgozót, nem kell bejelentke bejelentkezést végeznie. A központi irányító rendszer GPS rendszeren keresztül pontosan tudja a mobil terminál helyzetét, így az adott feladatra az épp legközelebb eső dolgozót tudja küldeni. A PIC by Voice, tehát a beszédvezérléses komissziózó rendszer pontosságának és a kitárolást végző személy hatékonyságának növekedése, valamint a papír papírfelhasználás csökkentése biztosítja a legnagyobb költségmegtakarítást. De még mielőtt még tovább mennénk ebbe a tételbe, amit itt láthatunk magunk előtt, azt is felolvasnám így ismétlésként. A rendszer valós időben auditív hallható utasításokkal közli az operátorral, hogy mit és mennyit kell kigyűjteni, aki ugyancsak élő szóval ad információt a számítógépnek. Az operátor a számítógépi adatok beszédszintetizátoros hangállakításának segítségével kapja meg az elvégezendő feladatra vonatkozó utasításokat. A munka befejeztével az operátor a mikrofon segítségével jelenti vissza a megfelelő darabszám kigyűjtését. A kezek és szemek szabaddá válnak, ezzel koncentráltabb lesz az odafigyelés a munkára. Gyorsforgású vagy mély hűtött terület esetén előnyös. Ezen belül ugye három rendszert különböztetünk meg. Az egyik ilyen a Pig Light, tehát fényvezérlési komissziózás. Meg a Multilight, meg a Put Out Light, amit itt a képen nem láthatunk, sajnos. De térjünk is rá a Pig Light-ra. Tehát a Pig Light minden kiszedési helyen egy pick Face és egy megvilágított nyugtázó gomb használható. És akkor van a multilight. Minden kiszedési helyen egy megvilágított nyugtázógomb, valamint több kiszedési helyhez egy központi kijelzőn pick Face található. Put to light, a pick by light elvet követi, azonban nem kiszedni kell a jelzett helyről a megadott számú árucikket, hanem erre a helyre kell lerakni a megadott számú terméket, tehát a pikka lerakás, a multi, az egy ilyen megvilágított nyugtázógomb, amit több kiszedési helyhez alkalmaznak, a putban light pedig a jelzett helyről a megadott számú árucikket erre a helyre kell lerakni. De most fejtsük ki bővebben ezt a Pick by light először, is aztán térjünk rá a többire. A Pick by Light. Ennél a rendszernél a komissziózáshoz szükséges információk nem papír alapon érkeznek a dolgozókhoz, hanem a komissziózáshoz tartozó valamennyi információ megjelenik a tároló melletti kijelzőn, hogy melyik terméket, melyik megbízáshoz, melyik ládába kell helyezni. A folyamat első lépéseként a dolgozó beolvassa a vonalkódot a kitárolási folyamat megkezdéséhez, majd amikor a komisziózó végzett a feladatával a nyugtázó billentyű segítségével lekönyveli azt. A bizonylat nélküli folyamatnak köszönhetően a komisziózási megbízások feldolgozása során nincs szükség papíralapú bizonylatokra, hiszen a tároló egység figyelemmel kíséri a benne lévő termékek számát, így mindkét kész szabaddá válik, és a dolgozó maximálisan a kitárolási tevékenységekre tud koncentrálni. Kiköszöbölhetők az idő és a költségigényes ellenőrzési feladatok, és a hibás szállítások miatt bekövetkező reklamációk száma is minimalizálható. További előnye, hogy gyakorlatilag nincs betanítási idő, hiszen az elv egyszerű és a rendszer könnyen kezelhető, a Pig by Light rendszert a pokajoka technológiák közé sorolhatjuk, amelynek célja a termelés során keletkező hibák csökkentése. Ha a kitárolási folyamat során nem megfelelő alkatrészt veszünk el, a rendszer jelez és nem engedi újabb kitárolási feladat felvételét. Térjünk is rá a Pigbaj Visionre. Hát a Pigby Vision a raktározás során a missziózók feladatát segíti azzal, hogy a látóterükbe vizuális információkat vetít ki az úgynevezett augmented reality, vagyis a kiterjesztett valóság segítségével. Ez a valóság egyfajta virtuális kibővülése amely során a szemüvegünkön keresztül kaphatunk információkat egy hely kapacitásáról, benne lévő anyagok típusáról, mennyiségéről. Ez egy teljesen helyfüggetlen rendszer, tehát a komissziózást végző munkatárs a raktár bármely pontjában megkaphatja a feladatát. A rendszer használatához szükséges, vagy szükség van egy head muted display-re, vagyis fejre erősített kijelzőre. A szemüvegben elhelyezett QR kód, valamint a vonalkód olvasó rendszer segítségével a komissiózási feladat felvételéhez nincs szükség másra, csak a szemű, szemünk látóterébe helyezni azokat, és már továbbítjuk is az adatokat a központi irányító rendszer felé. A Bigby Vision rendszer egyelőre se Magyarországon se Európában nem terjedt el ez a technológia. Ez egy modern eljárás, amit egy osztrák raktárszolgálati a nap fejlesztett ki 2011-ben. Lényegében alternatív alkalmazása a Pigby Vision és a Pigby Light rendszereknek azok hiányosságét megszüntetve fejlesztették ki, törekedve a zéró hiba elvre, aminek a lényege, hogy a kiszedés közben egyáltalán ne vétse hibát a dolgozó. Fokozott komissziózási pontosság. Az integrált pick by Light fényvezérlés segítségével a rendszer pontosan a komissziózási pontban vezeti a kezelő szemét. A pick by pozíciójelzés azonosítja a célpontot, jelzi a szükséges mennyiséget, tétel számot és a leírást. Így a pontosság 99,9%-a növelhető, míg a komissiózás hibák száma jelentősen csökken. Kiszedési hatékonyság mutatók. Az átlagos kiszedési ható hatékonyság növekedés 10 és 20 százalék közti a következőkből adódóan. Ugye mindkét kész szabadon használható, nem kell kiszedési listát vagy mobil terminát tartani a kiszedőknek. Ez az elény hű, hűtött vagy fagyasztott termék raktárban még inkább kézzel fogható. A kiszedőnek nem kell megállni és elolvasni a kiszedési listát. A kiszedő elvégzi a kiszedést, majd miközben dolgozik, elvégzi a visszaigazolást és megkapja az új feladatot. Nem kell a papíralapú kiszedési listáért elmenni a feladatkiadó pulthoz. A voice speaking technológia a dolgozókat intenzív és ütemzett munkára ösztönzi. Az emberek jobban Szeretnek dolgozni szóbeli utasítások alapján. Nem egalizált termékek tömegadatait felrögzíteni gyorsabban lehet szóbeli kommunikációval, mint írásban vagy begépelve. Ez az előny hű, hűtött vagy fagyasztott termékek raktárában még inkább számottevő. Kisebb utánszedési igény. Kevesebb hiányos készlet miatt kiszedetlen rendelési sor, mivel a valós idejű kiszedés könyveléssel a kiszedő tárhely után töltése a termék kifogyásakor indítható. És nagyjából szerintem ez a nyolcas tétel ennyi is lett volna, úgyhogy elköszönnék további jó tanulást.